Az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek. Így a helyi közösség érdekeit szolgálják, és saját személyiségüket, különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki, hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen. Nyíregyházán a diákokat a kötelező közösségi szolgálat teljesítésében a Központ Egyesület segíti. A hozzájuk jelentkezőkkel folyamatos kapcsolatot tartanak, értesítik őket a lehetőségekről, a munka előtt felkészítést tartanak, és természetesen az elvégzett munkát igazolják az iskolájuknak. Mindenképpen olyan foglalkozást érdemes választani, amely valamilyen módon kapcsolódik a személyes érdeklődéshez és értékrendhez. Fontos azt figyelembe venni, hogy a közösségi szolgálat és munka a vállalt feladatot jó minőségben, időben megfelelően kell elvégezni. A közösségi szolgálat 50 órájának teljesítéséhez 3 év áll a diákok rendelkezésére. Érdemes többféle típusú tevékenységet is végezni. Minél több helyzetben vesz részt a diák, annál többféle készséget sajátíthat el a közösségi szolgálatok során. Minden egyes elvállalt feladatnál azonban elengedhetetlenül fontos, hogy az illeszkedjen a diák egyéniségéhez, és a feladat értelme, célja az azzal létrehozott érték világos legyen a diák előtt, és szeresse az adott feladatot.